Kecskés Lászlót szerencse sok tervel, konkrét célokkal küldetéssel érkezett. Jól érezte magát a városban, közvetlenségével, őszintességével megkedvelték a hívek, és a város lakói közül azok, akik személyes kapcsolatba kerültek vele. Sokat dolgozott a közösségért, zarándok utakat, az embereket összekovácsoló programokat szervezett az egyház közösség tagjainak. Kihívásnak érezte, hogy a Bólyai János Általános Iskola valódi katolikus intézményé váljon, amiért sokat dolgozott, szabad idejének nagy részét is erre áldozta az egréjesek április végén kecs Lászlót ideiglenesen jászárok szállásra helyezte szolgálatra, ahol három hónapot töltött, majd augusztus 1-től borsolt szírákra került plébániai adminisztrátornak. A paplak belső felújítása után Laciatya birtokba vehette a patinás épületet. Lácz Lajosni, Magdika úgy döntött, hogy látogatást szervez egykori káplányuk jelenlegi szolgálati helyére. Október 19-én délelőtt az atya nagy szeretettel fogadta a csoportot a még felújítás alatt lévő műemlékvédelem alatt álló plébánián. A paplak előtt a káplán meghatódva, hosszúra nyúlt ölelésekkel és pillantásokkal üdvözölte rég nem látott barátait, híveit. Terített asztal is finom kalács sütemény fogadta a szobában a látogatókat. Turda Istvánné Marika néni megható verset adott elő, melynek hallatán többen elérzékenyültek. Ezután a plébános kalózolta a látogatókat otthonában, amit lassan sikerült belaknia, számára fontos szent képekkel otthonosabbá tennie. A vitrínben a szerencséjektől kapott ajándékok helyet kaptak. Eddig már 7,5 millió forintot költöttek az Ódon épület korszerűsítésére, amely támogatást laciatja külön megköszönt egyházi előjárónak, Ternyák Csaba egriáseknek. A plébániáról látogatók útja az 1778-1780-ban épített római katolikus templomba vezetett, ahol megismerkedtek Istenháza történetével, majd közösen énekeltek és imádkoztak. A szerencsi látogatók a hímes házban megtekintették a település 19. század végén népviseletét, szőttes hímzés kultúráját. Bartó Béla munkássága megjelent a tablókon, hiszen Szirákon született a zeneszerző dédapja Bartók János, és a község temetőjében leltek végső nyugalomra ükszülei Bartók Gerge és felesége Gondos Mária. Az egykori szerencsi káplán szívesen gondolt vissza a szerencsén töltött évekre és a hívekre. Szerencs az életemnek a legmeghatározó pontja, hiszen a káplánságom idején a legtöbb időt ott töltöttem, közel öt évet, és én mindig is örömmel gondolok vissza a szerencsiekre, bár ugye fájó szívvel, hogy el kellett onnan menni, de, de örömmel és a jóra emlékezem ezekből az időszakokból, és hálát adok az úrnak, hogy sok emberi kapcsolat szövődött, ö, olyan fiatalok... Ö, mondhatok barátomnak, akik valóban kitartottak, és most már ugye fiatal felnőttek lettek, családokkal kialakult kapcsolatom. A, a városnak a, a mindenféle rétegével kialakult kapcsolatom jónak mondható, és hát köszönöm azoknak a segítségét, akik a nehéz helyzetekbe is támogattak és mellettem voltak, és köszönöm nekik innen is, akár a interneten keresztül küldtek megerősítéseket, akár más módon vagy személyesen is kifejezték azt, hogy fontos vagyok számukra, és hát szeretnek engem, és én is így gondolom, én is köszöntöm a szerencsieket, és mindig szeretettel gondolok rájuk. Most az is látszik itt, hogy, hogy a plébános atya fontos nekik, hogy eljöttek ma ide, és meglátogatták. Igen, most már a második busz jött látogatóba, hát engem is meglepett, örültem neki, hogy ennyien kíváncsiak egyrészt a környezetre is, másrészt rám is, és hát valóban megható ez, hogy, hogy így a szívük bezártak, és egy felejthetetlen emlék részemre is, és tényleg egy olyan szívbemarkoló dolog, hogy, hogy viszonylag messziről azért ö, ennyi hónap távlatából is emberek eljönnek és tiszteletüket teszik nálunk. Mi lesz a jövő, mi, mik a célok itt Borsod-Szirákon? Elsősorban most az, hogy megszilárdítsuk itt a helyi hitéletet, kicsit fellendítsük jobban, aztán a cigány testvéreknek a bekapcsolása a pasztorációba és az egyháznak az életébe, főleg itt Boldvára gondolok, ahol elég jelentős rétszámú roma közösség él. Aztán a gyerekeknek, a fiataloknak a bevonása a hitéletbe, egy kicsit a a hitéletnek a fellendítése oly módon, hogy hitévébe is vagyunk még, kicsit értelmezni és újra értelmezni a hitünknek a lényegét, hogy ne szertártásosság jellemezze az együttlétünket, hanem a hitnek a reális, valós és hitelesnek a megé hiteles megélése. Kecskés Lászlót igazi kihívások elé állították új állomás helyén, hiszen egyedül látja el a papi feladatait Borsod szírákon és a környező hét településen. Közvetlenségével kiváló emberi kapcsolatot teremtett a helyi önkormányzattal, a polgármesterrel, az intézmények vezetőjével, akik támogatják céljai megvalósításában. A káplán hosszú távú tervei között szerepel a római katolikus egyház helyi közösségének építése, szélesítése, valamint különböző szabadidős programokkal, zarándok utakkal szeretné szélesíteni az emberi kapcsolatokat. Ezzel az idősek és a fiatalok körében erősíteni a hitet, ami komoly értéket jelent az ember életében.